Ünnepi hangverseny várta a kórusmuzsika szerelmeseit és azokat, akiknek még emlékezetében él a Pécsett 20 évvel ezelőtt megrendezett Európa Kántát. Az évforduló alkalmából ennek most jubileumát több százan ünnepelték a sétatéren. Mint arról már hírtattunk, a nemzetközi kórus találkozó kulturális és politikai szempontból is jelentős volt, hiszen az akkori szocialista országok közül Magyarország kapott elsőként lehetőséget, hogy helyet adjon a világra szóló eseménynek. 24 országból több ezer kórus 10 nap alatt éjjel-nappal énekelt. A 20 évvel ezelőtt megrendezett Európa Kántátra néhányan így emlékeztek vissza azok közül, akik akkor is részesei voltak a rangos eseménynek. Elsőként Pitti Zoltán, az akkori tanácselnök. Ha én meghallom azt a szót, hogy Európa Kantát, akkor egy hangulat, egy örömteli életérzés jut eszembe, mert öröm volt látni, hogy a pécsiek hogy örülnek az új létesítményeknek, hogy vették birtokba a sétateret, a Széchenyi teret, megyeházát, Kossuth Lajos utcát. Tehát a város egy új hangulatot kapott, és elsőként ez jut eszembe. Na, három dolog, amit illő megemlíteni, még egyszer mondom, 1988-at írunk. Az első, ez a politikai nyitás. Gyakorlatilag az első alkalom volt, hogy a nyugati és a keleti országok kórusai egy szocialista országban találkoznak, és ennek egy nagyon fontos dokumentuma is született, és ez a Pécsi Nyilatkozat nevet kapta, hogy a nyugat-európai és a kelet-európai kórus mozgalmat egyesíteni kellene. Ezt akkor majdnem minden ország aláírta. Ugye a történelem gyorsan átlépett ezen, mert 1990 után ez már természetes volt, de akkor mi egy úttörő dolognak tekintettük. A nyitás mellett a másik, amit meg kell említeni, ez a szakmai érdekessége, szépsége a rendezvénynek. Hozzátenném azt is, hogy ez a magyar zenekultúra, kórus mozgalomnak a elismerése. Jól eső volt hallani, hogy a japánoktól kezdve az írekig mindenki ismerte Kodály Zoltán, Bartók Béla, Párdas Lajos nevét, munkásságát. A japánok a Kodály módszer alkalmazásáról többet tudtak, mint sok hazai ember. Tehát a rendezvény az tulajdonképpen ennek a szakmai munkának az elismerését is jelentette. Az Európa Kantát vezetője Marcel Cornello úr először a Kamara Kórus Fesztiválon találkozott a pécsi énekkarokkal, Tinlaja úrél, Ivasivka Mátyás. Hát akkor a Lakner Tamás még hozzám hasonlóan fiatal ember volt, akiből egy nagyon jó karnagy lett, tehát nem csak zenészként bizonyított, hanem karmesterként is. És hát Kertész Attila, tudom, nagyon veszélyes névsort mondani, mert kihagy az ember óvatatlanul, de így együtt voltak ők nagyon értékesek. Személy szerint is értékelendőek, de hogy ennyi ember tudott magas szintre emelkedni, az azért a városnak a kultúráját is képes volt közvetíteni. Hát a harmadik dolog, az pedig a városépítés. A döntés, hogy Pécsett lesz a következő Európa Kantát, ez 1985-ben született úgy, hogy Benkő Gyula, pedagógus szakszervezet akkori titkára elhozta hozzá, mint városi vezetőhöz Marcel Cornello urat, azzal, hogy tesz nekem egy érdekes javaslatot. És ez volt, hogy legyen az Európa Kantátból Pécsett. De hát 1988-ban vagyunk, ehhez meg kellett nyerni a Művelődési Minisztériumot, meg kellett nyerni a megyei tanácsot, bár nagyon agitálni nem kellett, mert azonnal mellette álltak mindannyian. És Strasbourgban 1985-ben már be lett jelentve, hogy a következő fesztivál itt lesz Pécsett. Na, nekünk a városépítésben ez akkor a visszaszámlálást jelentette, mert minden olyan helyszínt be kell fejezni, ami otthona lesz a kórusfesztiválnak. De hát hál' Istennek olyan sokan jelentkeztek, hogy az általunk elképzelt helyszínek nem voltak elégségesek. Így bekéretőztünk Cserháti úrhoz, akkori megyés püspökhöz, hogy lehetne a templomokban is a kórusoknak bemutatkozó programot tartani.
amit ő nagy örömmel fogadott, és ennek egy olyan kedves hangulata lett, hogy szinte mindenhol megjelentek a kórusok, nem csak a hivatalos helyszíneken, templomokban, sőt a megyén, és a város minden területén. Az utcák egész éjjel éltek, spontán éneklések, tehát a hivatalos programok után, amelyek nem voltak könnyedek, tényleg fárasztó munka volt mögötte, de éjjel mégis énekléstől volt hangulata a városnak. A városépítés az egy műszaki feladat. De azzal, hogy milyen hangulatot tudott varázsolni a Európa Kantát a városban, ezzel tulajdonképpen tartalmat kapott, mert nem elég a városban élni, hanem a városért is kell élni. 84-ben volt a 10. Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál, amelyet hát mi alapítottunk annak idején, és erre meghívtuk az Európa Kantátnak az elnökét, Marcel Cornolút, aki a nyitó hangversenyen, amelyen a Pécsi Kamarakórus énekelt, tulajdonképpen háromféle benyomást szerzett. Egyrészt a város milliója ragadta meg, másrészt a magyar kórusművészetnek Kodály, Bartók, Bárdos zeneszerzői tevékenységének a magas színvonala, harmadszor, és hát erre méltán büszkék lehetünk, a Pécsi Kamarakórus színvonala. És ahogy ő akkor elmondta, akkor éjszaka jutott az eszébe, hogy mi lenne, hogyha először a szocialista, az akkori szocialista országok között Magyarországon is éppen Pécset rendeznék meg ezt az Európa Kantátot, ami persze akkor egy eléggé elérhetetlen dolognak tűnt abban a politikai helyzetben. Néhány év alatt azonban ez jelentősen változást nyert, és mire 1987 lett, tehát az Európa Kantátot megelőző év, addigra nagyon sok minden úgy zajlott, hogy mind a hivatalos szervek, elsősorban a Művelődési Minisztérium, másrészt a városnak a vezetése, élén Pitti Zoltán, akkori tanácselnökkel, az akkori polgármesterrel, nagyon barátságos szívvel fogadták ezt a gondolatot. Mire tavasz lett, éppen látogatni jött akkor az Európa Kantát főtitkára egy németországi vezető ember, és akkor hát kitaláltuk azt, hogy a Pius templomban rendeznénk az ő tiszteletére egy hangversenyt, és egyben kipróbálnánk azt, hogy hát milyen akusztikája van. És akkor már minden további nélkül az eltelt fél év változásai következtében a városnak az volt a véleménye, hogy persze nyugodtan megcsinálhatják. És így aztán ez a, hát az Európa Kantáton szokásos nagy bemutatkozás minden kórus részére lehetővé vált, mert mind a ferenceseknél, belvárosi templomba, az evangélikus templomba, a baptista templomba, és így tovább. Délutánonként egy-egy kórus önálló műsorral léphetett föl. A Székesegyház előtt ültek a vendégek és a város publikuma, arccal a templom felé fordulva, és fönn a lépcsőzeten pedig Pécs kórusai álltak, és nagy összkarokban énekelték azokat a nagy Kodály és Bárdos műveket, amelyekkel a vendégeket így a magyar kórus zenével lehetett köszönteni. Egy érdekes kis színfolt volt az, hogy léggömbökre zászlókat kötöttek, és ezeket egy adott pillanatban fölengedték a magasba, és hát a nemzetek zászlai akkor ott fönn az ég felé törekedve szálltak fölfelé, és hát különös furcsasága és mulatsága a sorsnak, hogy éppen a szovjet és az amerikai zászló összegabajodott a fölmenetelben, amit hát kellő derűvel néztek a jelenlevők, de természetesen ez már egy kicsit annak a barátságos légkörnek is szinte a jele volt, ami az elkövetkező két hetet jellemezte.
Ivasivka Mátyás karnagy akkor nem vett részt kórussal ezen a zenei megmozduláson, hallgatóságként élte meg az ünnepet. Rögvest azzal kell kezdenem, hogy kórussal ebben a szép megmozdulásban nem tudtam akkor részt venni, mert a Janus Pannonius női kórussal utána egy németországi turnéra indultunk, de hallgatóságtagként részt vettünk ezen a csodálatos rendezvényen. Kellettek olyan egyéniségek, és kettőt fogok föltétlenül kiemelni, akik ezt hosszas munkával lehetővé tették. Mindenek előtt Tillai Aurél, Lisztdíjas karnagy kollégámat, kedves barátomat kell megemlítenem, aki az 1964 óta két évenként megrendezendő kezdetben hazai, majd nemzetközi kórus, kamarakus fesztiválnak volt a kezdeményezője, gazdája. Hát ő eljutott ide erre a fokra, hogy 88-ban már szinte egy világ megmozdulás legyen itt. Meg kell azt is mondanom, és ez nagyon szubjektív véleményem lesz, hogy Esztergár Lajos polgármester óta, aki a 40-es években volt polgármester, mint jogász professzor, ma utca viseli a nevét Uránvárosban, egy olyan kitűnő gazdája volt Pitti Zoltán személyében a városnak, aki maximálisan mellé állt, az ügy mellé állt, nem mondják a mást, keresztül tudta vinni, hogy a belvárost jelesül a Szent István teret, Széchenyi teret, a városházát teljesen felújították, valami egészen gyönyörű, és egészen, hát európailag elfogadható környezetet teremtett ennek a csodálatos megmozdulásnak a megrendezésére. Tasnádi Péter polgármester elmondta, 20 évvel ezelőtt már a megyei tanácsnál dolgozott. Az akkor hirtelen megszépült város maradt meg legjobban emlékezetében. Ami bennem megmaradt, hogy egyrészt a város nagyon megszépült, amit szintén 2010-re is tervezünk, hogy a belvárosi házak megújultak, és valóban egy olyan felújítás történt, amelyikre mai napig is büszkék lehetünk. A másik pedig, hogy nagyon kellemes hangulata volt ennek a városnak, a különböző pontokon bármire sétáltunk, kisebb-nagyobb csoportokban kórusok énekeltek, helyekbe kapcsolódtak. Tehát egy teljesen más feeling, érzés volt ebben a városban. Tehát Pécs meg tudta mutatni azt az igazi arcát, amitől Európában egyedülálló, hogy valóban mediterrán város, valóban egy kulturális város. És egyszerűen csak jó volt ebben a városban sétálni és járkálni akkor. A szintén Lisztdíjas dr. Lakmer Tamás 20 éve igen fiatal volt, de amennyit csak lehetett, magába szívott az esemény hangulatából. Nagyon nagy élmény volt az Európa Kantát. Én csak szívtam magamba, mint fiatal kórusvezető, mindazt a tudást, élményt, amit itt kaptam. Hát olyan világhírű karmagyok voltak, mint például a Jordi Savall, aki ma a világ egyik legismertebb, leghíresebb reneszánsz szakértője például. És ő éppen itt egy Handel darabot próbált, és hát ott voltam minden próbáján, mert fantasztikusan dolgozott. Hát én még akkor kezdőkarvezető voltam, ugye akkor már Bartók Béla férfikar karmagya volt, is voltam, de a Bartók Béla férfikar még nem volt olyan szinten, hogy az Európa Kantát rendezvényein önállóan részt vegyen, viszont a közös dolgokban bent voltunk, mert énekeltük egy budavári tedemút például. Tehát azért vannak ilyen közös élményeink is, de inkább nekem személyesen ezekkel a nagyszerű zenészekkel való találkozás maradt meg. Most ületik helyiden, usznak romvára, A hangversenyen fellépett a Városközponti Iskolák pedagógus kórusa Kunváriné Okos Ilona vezetésével, az ünnepségen a Komlói pedagógus kórus is énekelt Szabó Szabolcs karnagy vezetésével. A pécsi kamarakórus Tillai Aurél karnagy vezényelte, majd a Pannon Volán ZRT Bartók Béla férfikara Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy vezetésével lépett fel. Ezt követően a közönség és a kórusok közös énekléssel töltötte be a sétateret. Végül az összkar Kodály Zoltán, Berzsenyi Dániel a Magyarokhoz című művét adta elő. I'm